Szép estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit. Egy nagyon kedves vendéget invitáltunk meg a mai stúdióba, vendégünk Mihály Győző, Jászai Mari Díjas érdemes művész. Tisztelettel köszöntelek. És gratulálok a születésnaphoz, bár csak augusztus 19-én lesz, de azt hiszem, hogy sok boldogságot kívánunk, erőt, egészséget. No, hát ugye az kevesek által ismert, hogy bár nagyon sokat találkozunk veled a hangoddal, és itt Székesfehérváron immáron 6 esztendeje, hogy 1976-ban végeztél egy legendás osztályban. Színetár Miklós volt az osztályfőnök, és többek között Bánfalvi Ági, Cseke Péter, Dunai Tamás, nem sorolom, egy nagyszerű osztály. Vándor Éva, igen, nagyon-nagyon sok. Mi mindent lehetett megtanulni Színetár Miklóstól? Én már számtalan olyan színésszel beszélgettem, aki az ő osztályába járt, és mindenki mást mondott, de mindenki szuperlatívuszokban beszélt róla. Igen, hát ő egy nagyon nagy mester volt. Ő arról volt híres, hogy 20 évesen elkezdett tanítani, tehát voltak olyan tanítványai, akik idősebbek voltak, mint ő. Tehát valami elképesztő érzéke volt a tanításhoz. Neki Babarczi László volt a mi osztályunknak a tanársegédje, ővel rengeteget dolgoztunk, tehát ő nem azt mondom, hogy munkamániás volt, de a munkában látta azt, hogy sokat kell próbálni, rá kell jönni a mondatok, a szavak ízére, és akkor színetártanárul bejött, és mondta, na jó, akkor nem így, és akkor két-három dolgot, nagyon bölcs, iránymutató dolgot mondott mindenkinek. Ő nagyon nagy tudású, nagyon jó ízlésű ember. Én a lazasságot, tehát azt tanultuk tőle, hogy szóval ne görcsölj, szóval mindent próbáljunk a szervezetünkön átmosni, próbáljunk meg mindent lazán átélni, szóval ne igyekezzünk, ne akarjunk, ne legyünk görcsösek. Ez volt a legfőbb, legalábbis nekem ez volt. Igen, én vidékről kerültem föl, és én nagyon bizonyítani akartam az osztályban, mert hát ilyen nagyon tehetséges osztálytársaim. Igen, a tehetséges jelzőbe belekapcsolódik. Hogy aránylik általában a ti időtökben, hogy aránylott a tehetség és a szorgalom? Hiszen van, aki azt mondja, hogy a tehetség nagyon-nagyon fontos, de a szorgalom nem különben. Igen. Ezt nem lehet Igen. ugyan százalékos arányban meghatározni. Hát a színetártanár úr mondott egy nagyon furát, az első fél évben azt mondta, hogy maguk, akiket itt mi fölvettük, maguk mindannyiójuk tehetséges, ezt tudják. Azért vettük föl magukat, de ehhez a pályához nagyon nagy szerencse kell, és kitartás. Tehát aki most azért jött, hogy híres lesz, rajta lesz címlapokon az újságokban, forgatni fog és rengeteg pénze lesz, az álljon föl és menjen ki innen. Tehát én azt tudom mondani, hogy aki nem elkötelezetten ezt a magát a színészi létet és magát a színházat nem imádja, és akkor is csinálná, ha ingyen kellene, az álljon föl és menjen ki. Mert itt, és akkor ő százalékokat is mondott, a maguk tehetsége a pályán 20%-ot jelent. Az egy induló alap. 40% szerencse kell hozzá, és 40% munka. És ő már akkor nagyon bölcs volt. Tehát az embernek, mikor egy fordulóponthoz érkezik az életében, akkor föl kell ismernie. Volt ilyen vidéki kollégám, most épp az unokájával vagyok egy színpadon, a Varga hölgyel. Varga Gyula volt Miskolcon, és ő azt mondta, hogy volt egy olyan elképesztő sztár volt, én középiskolásként láttam őt bérletben, nagyon jó humorú, táncos komikus volt, de ugyanúgy nagyon komoly szerepekben is, fírsz is volt később időskorában. Tehát azt tudom mondani, hogy mindent tudott a szakmára, és mégis azt mondta, hogy volt egy pillanat, amikor a Thália színház igazgatójával beszélt, és annak volt egy elengedett mondata, hogy nincs neked valami változtatás, nem gondoltál még az életedben. De nem azt mondta, hogy ő hívná, nem volt konkrét ajánlat, csak egy ilyen fura mondat. És ő nem vette ezt észre, túl nehéz lett volna, és nem változtatott az életén. Ezt mondom én szerencsének. Tehát, hogy az ember vagy akkor, amikor éppen szükség van valakire, színházban is hívják, akkor általában menni kell, meg kell nézni. Aztán el lehet onnan jönni, hogyha nem válik be, de észre kell venni a fordulópontokat. És ez valószínű, sorsszerű, valószínű, hogy más igazgatja ezt a dolgot, nem mi, és mondom, hát a ateisták szerencsének, mások pedig másnak. Tehát Varga Lili nagyapja ezt megtapasztalta, viszont Igen. neked volt-e olyan szituációd, amikor döntened kellett? Hát hogyne, persze. Mikor végeztem, akkor én a József Attila Színházban voltam gyakorlaton, és
Olyan természetes volt, tehát általában kiszűrték az igazgatók, főrendezők, művészeti vezetők Budapesten, hogy ki hova menjen gyakorlatra. És akkor ilyen természetes volt, hogy én ott maradok a József Attilában. De közben hívtak Kaposvárra. Kaposvár akkor nem tudsz, nem aranykorát, akkor elég régen érte az aranykorát, mert már Zsámbéki, Babarci, Asser, Gotár, Gazdag Gyula, Szőke István, mindenki lent volt a nagy, és hát ott volt már a Vajda Drunyó, Monár Piroska, Olszavszki, Koltai Robi, tehát a nagyon nagy komoly színészek lent voltak, és elég régen jó színvonal, nagyon jó színvonal teljesített a színház, és hívtak. És akkor azt mondtam, hogy oké, megyek, majd utána hívott a József Attila Színház, hogy maradjak Pesten. És akkor megkérdeztem a tanár urat, színetár tanár urat, hogy maga hogy döntene, hívnak vidékre. Azt mondja, hogy Győző, hogyha egy mód van rá, akkor maradjon Pesten. Tehát ő engem látott 20-30 évvel később is, és azt mondta, hogy ha esetleg nem lesz szerencséje, és nem hívják Pestre, akkor esetleg vidéken fog maradni. És én mégis ellenkező módon döntöttem, tehát lementem Kaposvárra, és ott kezdtem, és soha nem bántam meg. 12 év lett belőle a vidéken, de nem bántam meg. 6-8 év kellett volna, hogy mindent eljátszak, amit csak lehet, mert egy fiatal vidéki színész volt, hogy 5 bemutatón volt egy évben, tehát le nem jöttem a színpadról, de Iglódi tanár pedig azt mondta, hogy egy fiatal minden este színpadon kellene lenni, mert gyakorolnia kell. Igen, álszent leszek a kérdés, igen, álszent legalábbis. Mi különbözteti meg a pesti színházat a vidékitől? Nagyon sok színésszel beszélgettem, akit a sorsa egyből, mint például itt a fehérváriak Zöme, akik egyből elmentek Debrecenbe, csapatostól, mások Zalaegerszegre, és így tovább. Igen. Jobban összetartott a társulati lét, az értelmezhető még vidéken. Tehát végig van egy előadásnak, akkor mindenki fölmegy a büfébe vacsorázni, inni egy sört, de főleg megbeszélni azt, hogy mi történt az előadásban, mi lesz holnap a próbán, tehát folyamatos beszélgetés, folyamatos párbeszéd zajlik a színészek között Pesten. Nincs ez. Nagyon kevesen maradnak, főleg azok, akik úgy ivósabbak, akkor ők beszélgetnek, de a többiek szinte azonnal mennek haza. Tehát egy kicsit ez a társulati lét, az összekapaszkodás nem tapasztalható, illetve vidéken mindenhez kell érteni, úgymond univerzális színészek, jobb, ha univerzális színész valaki, valamennyire tud énekelni, valamennyire tud táncolni, nem operettet, nem musicalt, hanem úgy zenés vígjátékokban. Jó magam is csináltam ilyet, illetve prózai szerepeket is tud játszani. Budapesten pedig hát azért egy kicsit, tehát a Víg Színháznak van egy ilyen Víg Színházi stílusa, vagy a Nemzetinek volt, és aki oda bekerült, vagy ott tudott, vagy azt a fajta stílust tudta, vagy azokhoz hasonlított, akkor ő olyan színészt hívtak. Tehát Radnóti, Nemzeti, József Attila, nyitott színház művészeti vezetőjeként azért megtapasztaltad egyiket is, másikat is. Igen, akkoriban nem volt olyan sok munkám, szinkronizáltam, és valahogy volt egy-két olyan év, amikor valahogy nem kértek a rendezők. Egyik ilyen volt, akkor másik olyan indok volt, hogy voltak kollégáim, akikről tudtam, hogy nagyon tehetségesek, és kellene nekik feladatot adni, és akkor létrehoztam ezt, pályáztunk pénzt, ez pár százezer forintot jelentett, amiből díszletet, jelmezt kellett, valahogy ki kellett találni, illetve valami kis próbapénzt is kaptak, és akkor így hoztunk létre. Szóval volt egy Ödipusz király előadásunk, volt egy szerelemó, egy vígjáték előadásunk, és hát olyan 2 évig tartott. Ez a szabadidőmben csináltam, tehát az az igazság, hogy mellette én sokat szinkronizáltam, és akkor mentem oda próbára, akkor néztem próbát, akkor próbáltam segíteni nekik, hogyha ráértem. Tehát ez nem tudott főállás lenni. Szerzsény Gyula azt mondta nekem, 2 esztendeje itt volt, egy remek estet töltöttünk el együtt a Vörösmarty Társaságnál, hogy ő mindig teljes értékűnek érezte a szinkron szerepeiben magát, függetlenül attól, hogy kit szinkronizált. Ugye körülbelül olyan kaliberű, legendás szinkron színész, mint te magad. Jaj. De hogy kerültél ebbe a körforgásba, hiszen remek szinkron szerepeid vannak, amelyek elkísérik évtizedek óta tulajdonképpen az életedet. Hát és emellett ott vannak a dokumentumfilmek, amely én azt gondolom, hogy amióta kinyílt a világ a televízió néző számára, már mint a Magyarországon, és ha valaki odafigyel a National Geographic-ra, History, stb., tehát nem sorolom,
akkor gyakorta találkozhat a hangot. Igen, igen, elég sokat hívnak. Hát váltó, igen, kellemes orgánum, ha viszonylag jól beszélek, tehát elég tisztán is beszélek, és jól blattolok. Ezt még Kálmán György mondta, amikor nagyon sokat rádiózott, egy legendás színésze volt a Nemzeti Színháznak, és mondta, hogy hát gyerekek, meg kell tanulni blattolni, hogy odatolnak egy oldalt, és olvast föl hiba nélkül, és gyere rá a mondat fűzése közben, hogy mit akart vele a mondat írója. Tehát gyere, vagy találd ki az értelmét, tehát hogy soha nem olvastad. Ezt én úgy oldom meg, azért ezt én nem igazán szeretem, én úgy oldom meg, hogy ugye nagyon snellben dolgozunk, hogy vagy belebakizom, de szándékkal, vagy pedig, hogyha át tudom olvasni, akkor gyorsan átolvasom, tehát hogy körülbelül miről szól. Nem mondom ki a szavakat, csak átfutom, és akkor úgy körülbelül tudom, hogy miről szól egy passzus, mondjuk, hogyha hangalámondás van. Mert ott is azért mindig van egy olyan, hogy van egy szakasz, akkor beszélni kell, van egy szakasz, hogy nem. Akkor megint, és az alatt az idő alatt, míg azt vetítik az embernek, az alatt át tudja nézni. Tehát van ritmusa. Következőt. Igen. A szinkront, én mindig kiegészítő foglalkozásnak, tehát én a Gyulával ellentétben én színházi színész szeretek lenni. Tehát én a masztik szagot, a bordó vörös függönyt, a páholyokat, a színpad deszkáit szeretem, vagy bemenni egy olvasópróbára, találkozni mondjuk egy ilyen nyár után a kollégákkal, mi volt veled, hogy volt veled, és akkor tartani egy olvasópróbát, neki menni egy darabnak, azt elemezni, fölrakják, rendelkezni, megtanulni, kitalálni, tehát megfejteni, úgymond. Ez olyan, mint nem pontosan, de úgy gondolják, vagy gondoljanak rá a nézők, mint egy keresztrejtvény. Tehát, hogy mi az én alakomnak a titka, mi honnan indulok, mit akarok ő tőle, ő mit akar én tőlem. Ez hogy derül ki, hogy fogja ezt látni a néző? Tehát nagyon sok kérdésre válaszolni kell, és ez nagyon izgalmas. A szinkron az egy a hozott képességeidnek a maximumát próbáld adni. Tehát a gyakorlatodnak, a füles, hallod a fülesben, hogy ő az eredeti hang, mert van ugye, föl kell vennünk fülest, mert most már ott tartunk, hogy van olyan szinkron színész is van fiatalabbak között, aki azt tudja, hogy egyszer se nézi meg, és mert tud utána menni, de azonnal tud utána menni, ahogy meghallja a fülében, hogy az illető is látja is, hogy elkezd kiabálni. Tehát engem ez meg szokott lepni, én lemaradok, és azt mondom, nem, hát vegyük, hát most nem tudtam, hogy elkezd üvölteni, vegyük akkor, és készülök rá. Tehát én egy kicsit lassabban szeretek dolgozni, és én egyszer szeretem megnézni a szinkron. De igazából színházi színész vagy. Igen. Valamennyi korszakos rendezővel dolgozták évtizedek alatt. Ki volt az, aki különös hatással volt rád? Mindannyian mások voltak, tudom én azt. Mindannyian mások. Nagyon sokat dolgoztam Csiszár Imrével, Miskolcon. Hát meghatározó a Babarczi tanár úr volt, aki hát fölnéztem. Szóval én azt hiszem, talán Jordán Tamás mondta róla, hogy hát Laci közöttünk a legnagyobb. Tehát ő tud elméletben a színházról, szóval ő hozzá lehet fordulni, hogyha bármilyen kérdése van az embernek. Tehát ő olyan nagy tudású ember. És a Csiszár Imre, akkor Szőke István, sajnos már meghalt, ővel nagyon sokat dolgoztam. Gotárral csináltunk, Gotár Péter, mint korszakos rendező, de ővel egy, ne báncsire, ott egy operettet csináltunk Kaposváron, de az ő szemlélete, tehát hogy egy nebáncs virágból van benne egy század katona, és akkor kiderült, vagy nem ezred, van egy ezred, és ő biciklis ezredet talált ki rá, tehát biciklivel közlekedtünk, mindenki jött a puskájával, és egy biciklivel. Szóval olyan ötletei voltak, tehát annyira közel hozta a mához, hogy nagyon szellemes volt, nagyon mai operettet tudott csinálni belőle. Nem tudom, hogy kit hagytam ki, de valóban nagyon sok Zsámbéki tanárúrral is dolgoztam, Kaposváron, Asher Tamással, bocsánat, őt majdnem kihagytam. Hát ő a zsenie ennek a most csinálunk, mert ilyen szakszervezeti elnök vagyok, tehát a SZIDOSZ-nak vagyok az elnöke. Csinálunk egy ágazati kollektív szerződést, és ott benne van, hogy próbálni 9 és 3 óra között, tehát 9 és 15 óra között 4 óra, este 18 óra és 22 között 3 óra. És akkor az igazgatók mondták, hogy tehát ide jön a Mohácsi, meg ide jön az Asher, vagy az Alföld, hát mit mondunk nekik, hogy fejezzék be? Hát mondom, zsenik
egyikre nem tudok szabályokat. Hát, hogyha ők megállapodnak a társulattal, hogy gyerekek, én így dolgozom, tudjátok, a végeredményt általában a poszton kötünk ki, általában azt mondják, hogy szakmailag kiváló, és mennybe mentek, tegyétek meg, hogy kicsit többet próbálunk, és ha hagyjuk ezeket a szabályokat, és akkor azokkal, ha a társulat belemegy, akkor bármit lehet. Olyan világ még nem volt, hogy olyan törvényű zsenikre szabályok vonatkozzanak. Megérkeztünk a MÁ-ba, ugye augusztus 18-19-e, II. András csillaghullásból álmodó, aki jeruzsáleminek mondatik. Azt hiszem, hogy ez egy csoda lesz, erről fogunk beszélgetni. Ugyanakkor ez a hatodik csodánk. Azt hiszem, hogy a nemzeti emlékei nem is lehet vitás méltó szakrális helyszín ehhez a koronázási szertartási játékhoz. Kezdjük az elején, mikor megkaptad az invitálást az elsőre. Szent István királyunk megkoronázása. Mi volt az első gondolatod? Az első gondolat, amikor elolvastam, azt mondtam, hogy ez nem színház. Akkor visszalapoztam, és mondtam, hogy szertartásjáték. Tehát a szertartás benne a lényeg. Mert hogy nem voltak benne konfliktusok. Akkor én szertartásmester voltam, és vezettem a nézőket, hogy mire figyeljenek, mi fontos egy szertartásban. Most fogják fölkenni ezekkel a szavakkal. És akkor egy kicsit féltem attól, hogy elég-e a drámai mag, mint ahogy igazából nincs benne, csak magában a történetben van, a történelmi figurál érdekes, akkor egy érdekesség. Igen, az érdekes, de meg tudunk-e eleget róla, és színházi módon tudjuk-e meg? Nem volt igazán nagy összeütközés, és nem volt igazán nagy dráma benne, de mégis a közönségnek az érdeklődése, tehát, vagy illetve hát a Jánosnak, Szikora Jánosnak és Matúz Jánosnak a tehetsége, hogy ezt ők úgy tették aztán színpadra, hogy a közönség ezt érdekesnek találta, és évről évre egyre többen nézik, egyre gyorsabban mennek el a jegyek. És a városban is azt érzem, hogy egyre többen vannak ezeken a jeles ünnepeken, amik megelőzik ugye magát. Az előadást. Igen, amikor kialakul egy vita, hogy ez színház vagy sem, nem. Fölösleges itt, hogy most ez szertartásjáték valóban, ami sokkal többet ad, mint önmagában egy színház. Hát nyilvánvaló, hogy nem lehet az István a királlyal összehasonlítani az elsőt, és nem is kell. Igen. Viszont a második, az, hogy kronológiai sorrendben a nagy uralkodóink minden egyes apró pillanatát megidézzük, azokat, amiket tanultunk talán, de már elfelejtettük igen, vagy újak is van. Bizonyosan nagyon-nagyon fontos. Ugye voltál szertartás, mert aztán krónikás. Ez egy gyönyörűséges szó. Igen. Igen. Most pedig narrátor vagyok. Én úgy gondoltam, hogy valahogy majd úgy lekísérem ezeket a dolgokat, hogy mik történnek, véleményezem a színpadon történteket, de végül is ez a ciszterci rendhez tartozó szerzetes, azt találták ki a Jánosék, aki beszél róla. És van egy fantasztikus mondata, hogyha szabad erre rátérnem, mert eddig nagyon sokat csak úgy beszéltem arról, hogy mik történnek, hogy történnek is. Itt van egy mondat, hogy András édesapja behozta ugye a ciszterci rendhez tartozó rendtársaimat, behozta Magyarországra, és akkor szállást, hajlékot kínált neki Zirzben, a Pilisben, és Egresen. És akkor itt van egy mondat, ahová, és itt az András itt fekszik előttem, miután földi pályáját befutotta, majd ez a test is kerülni fog. Érti? Tehát, hogy a vég, tehát a halál szemszögéből vizsgál egy éppen királlyá kent embert, hogy most fogják fölkenni, majd ez a test is kerülni fog. Ez olyan, mint hogy csak azért mondom, hogy olyan, mint a tragédiában a cél halál. Mert ugye mindnyájunk életének végén ott van a halál. Ő így fogalmazza Madács, hogy a cél halál, az élet küzdelem. Az élet célja, egy küzdés maga. Szóval az úton kell észen lenni, az utat végig kell járni, és attól függ, hogy mit tesz az ember. Tehát ha lehetősége van, ha király, ha kiemelkedik a többiek közül, vagy vezető, akkor hogy milyen kreatív, miket, rengeteg támadás éri az András, főleg a fia részéről, Béla herceg részéről, hogy tutyi-mutyi, hogy csak úgy idő, meg kereskedik, meg odaad urakat, megvásárol, meg minden, és akkor egyszer csak ő csinálja meg az aranybullát. Igen.
Szóval, és ott van Jeruzsálemben is, és harcol a Szentföldön, mert azt meg fontosnak tartja, hogy a keresztény hitet az terjesszék a világon. Milyen fontos tud lenni egy-egy tőmondat? Igen. Tehát nem kell körmondatokban meghatároznunk, hiszen az aranybullát majd a 8. évfordulón azt hiszem, hogy bővebben kivesézzük, de amikor arról beszélünk, hogy szakrális helyszín, akkor nyilvánvaló, hogy ugye ez egy színházi játék bizonyos értelemben, de sokkal több annál. Észleled-e esztendőről esztendőre? Ugye néhány, egy röviden már mondtad, hogy azt látod, hogy odafigyelnek az emberek egyre inkább rá. Igen. Viszont én azt is látom, hogy a különböző fiatal generációk szép lassan hozzászoknak ahhoz, hogy Székesfehérvárhoz hozzátartozik szerves része a koronázási játékok, tehát nem csak buli van a Kicsiligetben, nem csak vásár van a főutcán, hanem a szertartási játékot is várják már. Igen. Igen, és mint résztvevő az elképesztő, tehát hogy ott állsz, mikor például érsek is voltam, és fölkentem valakit. A Könyves Kálmán volt, és a Hirtlinget kentem föl tavaly, tehát érsek is voltam, és akkor, amikor ezeket a mondatokat kimondod, hogy azon a helyen vagy, ahol ezek a mondatok valószínűleg így, ilyen módon elhangzottak. Tehát ez nagyon-nagyon felemelő és nagyon-nagyon hátborzongató érzés, de ugyanakkor azt hiszem, hogy a néző is érzi. A néző is érzi, mikor erre a nemzeti emlékhelyre jön, és ott azon a nagy boldog asszony bazilikának a helyszínén ott láthat valamit, ami annó történt. És ez is nagyon fontos, hogy bizonyos dolgokat ugye tanultunk, bizonyos dolgokat tudunk, de majd csomó mint elfelejtettünk, és a Szikora János elkezdett olvasópróbán beszélni, és 3 óra hosszát beszélt erről a történelmi korról. Aminek egy része ugye nem tud, vagy nagy része nem tud bekerülni, mert hiszen az anyag véges, de a tudás az ott van mögötte is, tehát ott szája hallgattuk. És ráadásul széles a tárháza II. András korának, hát ha csak Szent Erzsébetről beszélünk. Igen. A családi történeteiről, ami nyilván nem kerülhet be, de azt hiszem, hogy olyan szakrális értéke van, ami felülmúlhatatlan. Milyen szerepet játszik ilyenkor? Ugye nyilvánvaló a dramaturg meg a leírt szöveg, hogy ki milyen eszközökkel jeleníti meg. Ebben esetben például a szertartásmestert. Uh-huh. Vannak-e olyan finomságok, amelyeket mi, ha nem mondod el most, akkor nem is észlelnénk? Hát hogyne, a színészet az egy ilyen titokzatos vagy varázslatos szakma, úgy is szokták hívni, hogy aki igazi színész, tehát azt mondom, hogy a Kállai Ferenc, Sinkovics Imre, tehát hogy ők a varázsló típusú, tehát hogy az ember nézi, és szinte azt látja, hogy Hamletben van, hogy minéki Hekubas, ő Hekubának, hogy megsirassa. Mert beszél egy színész a Hekubáról, és ott látom a Bóbás királynét, és sírva fakad a színész. És a Hamlet azt mondja, hogy mineki? Az, hogy a színész a saját életével párhuzamba hozza azokat az érzéseket, tehát mondjuk, hogyha egy ilyen idősebb asszonyról beszél, akkor saját édesanyjára gondol, aki elkezd ide ordítva, sírva síratni az édesapját, tehát az ő apukáját, tehát hogy az ember a saját édesanyjára gondol, és akkor már is személyessé válik. Tehát ez a végül is ez a titka, hogy a színésznek a saját életét, a saját érzéseit kell felszínre hozni, és a kapcsolatot tartani. Na most ez a narrátor, ez egy kicsit kívülálló, egy kicsit szemlélődő. Nem tudom, hát végülis ez egy nagyon-nagyon szigorú rend, ugye ez a ciszterci rend, hogy tudom én, nagyon fontos ugye az ájtatosság, vagy közös imád, de egyénileg is szellemileg fejlődni kell, nagyon fontos a munka szeretete, mindenféle, hogy mondjam, lazasságot, és minden, ez nagyon-nagyon utáltak, tehát nagyon-nagyon szigorú, és állandóan ismételt szigorú szabályok szerint éltek, vagy élnek, és de ennek a megjelenítése, ez inkább ruhában. Tehát itt valószínű azt kell nekem megtalálnom, és azt próbálom megtalálni, hogy milyen érdekes, látják, hogy milyen érdekes, hogy ő mit csinál ott. Tehát a néző és a jelenet közé állni valahogy, és úgy közvetíteni. Mert azt mondom, hogy ott állt, aztán elment, visszajött, és akkor az történt. Szóval ez így akkor a néző elkezd ásítozni. Tehát egy picit valahogy a
az összekötő kapocsnak, az aktív összekötő kapocsnak kell lenni a jelenetek és a néző között. Itt vagyunk a próba folyamatok kellős közepén. Milyen eddig? Hát nagyon szépen alakul, mert hogy az elsőben, tehát Istvánról azt mondták nekem a Jánosék, hogy az Istvánról nem maradtak fönn úgy, olyan módon, hogy akkor mi hangzott el a királyi felkirály felkenésekor, hogy hangzott el minden. Tehát a későbbi korokból vették ezt előre. Viszont, és akkor ott nem is voltak olyan drámai és összeütközések, nem voltak színházi helyzetek. Itt már nagyon sok van. Tehát az, hogy valakit megölnek, akkor hát igen, megölték, mert őt is, akkor ezt elmondjuk, de itt valódi összeütközések vannak, hogy te miért azt mondtad, és te miért azt mondod, és te tudom, hogy azért. Tehát itt vannak helyzetek, színházi helyzetek, és ezeket én nagyon szeretem, mert én ebben bízom, mint színész, hogy ezt aztán nézheti a néző, mert ez valóban leköti. Nem csak egy szertartásjátékot lát, hanem színházi jeleneteket is, és ezek már úgy, ahogy készen vannak. Bizonyos vagyok benne, ott leszünk természetesen. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Kedves nézőink, tehát augusztus 18-án és vasárnap 19-én egyaránt 21 órakor koronázási ünnepi játékok. Második Andrásról lesz szó. A főbb szerepekben Sági Tamás játssza második Andrást, Varga Gabriella személyesíti meg Merániai Gertrúdot, Mihály Győző narrátor, Osváth Juditot köszönhetjük Szent Erzsébetként, Körtvéesi Zsolt lesz a koronázóérsek, Závodszky Noémi, Zsófia grófné és sokan mások. Aki teheti és még nincs jegye, az azonnal rohanjon. Én bizonyos vagyok benne, hogy ugyanaz a méltósága meg lesz, mint mindez idáig, immáron hatodszor. Köszönöm megtisztelő figyelmüket Mihály Győzőnek, köszönöm, hogy megtiszteltél bennünket. Nagyon szívesen. Találkozunk a Paletta magazinban a jövő héten, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!